Antal Péter vagyok, nyíregyházi jelenlétemben műgyűjtőként vagyok itt, tekintettel arra, hogy Nyíregyházán évről évre több alkalommal is egy-egy kiállítást szoktam rendezni a jelenleg kezelésem alatt álló Antal Lustig gyűjtemény anyagából. Honnan jött a műgyűjtés, hogyha szabad kérdezem, hol gyökerezik ez az életében? Igazából ez családi indítatású, hiszen nagyapám Lustig Sámuel volt az, aki az 1920-as évek elején a gyűjteményt alapította, illetve folytatta a gyűjtést egy nagyobb töréssel és megszakítással tarkítva 1978-ban bekövetkezett haláláig, és én 1968-ban kapcsolódtam be a gyűjtésbe, tehát 68-tól 10 közös évünk volt, illetve 1978-tól egyedül kezelem ezt a gyűjteményt. Van-e olyan kép, ami most így hirtelen beúlik, amit nagyon nehéz volt, vagy legalábbis körülményes volt megszerezni? Tulajdonképpen nagyon sok műtárgyhoz egy-egy történet társul. Ebben a teremben, ami művek vannak, nem is a megszerzése, hanem a visszaszerzésével kapcsolatban van egy érdekes történet, amelyet inkább az ember szeretne elfelejteni, de jelen van. Az itt lévő képekből 8-at elloptak néhány évvel ezelőtt, és meglehetősen kalandos úton kerültek vissza a gyűjteménybe. Ennek apropóján ezek a képek csupán néhány napig vendégszerepelnek Nyíregyházán. Ezt követően a Budapesti Szépművészeti Múzeumban lesz egy kiállítás az ellopott és megkerült műtárgyak címmel, és azon a kiállításon fognak szerepelni, hiszen ezek a művek tulajdonképpen áldozatok voltak. Gondolom, folyamatosan bővül az anyag. Most van-e olyan kép, lehet-e arról beszélni, amit nagyon szeretne még megszerezni, vagy úgymond beállítani a... Egy gyűjtő életében sorba. Én úgy gondolom, hogy a gyűjtés sohasem ér véget. Számtalanszor megfogadtam, hogy befejezem a gyűjtést, aztán mindig a fogadalmaknak a megtörésére és megszegésére került sor. Annyi változott az utóbbi években, hogy a magyar képzőművészet helyére a nemzetközi művészet lépett. Tulajdonképpen az utóbbi 4-5 évben nemzetközi piacról szerez a gyűjtemény műtárgyakat. Pillanatnyilag is folynak tárgyalások egy olaszországi alappal meghatározott művek Magyarországon történő elhelyezése, illetve megvásárlása tárgyában, hogyha minden igaz, ez egy hónapon belül már realitás lesz. Antal úr, engem még az a gondolat foglalkoztat, hogy mi késztette arra, hogy ezeket a kincseket, értékeket megossza a nagy közönséggel is? Erre borzasztó egyszerű a válasz. Ezek a művek azért születtek, hogy a közönség lássa őket. Tehát egyetlen gyűjtőnek sincs joga kisajátítani a műveket, és egy raktár sötétjébe rejtve tulajdonképpen ülni ezeknek a műveknek a szellemi tőkéjén, illetve a materiális tőkéjén. Én hosszú évtizedek óta most már folyamatosan bemutatom a gyűjtemény különböző válogatásait a közönségnek, ezért a közönség mindenkor nagyon hálás, és Nyíregyháza ebből a szempontból külön is a szívem csücske, hiszen itt olyan értő közönség van, akik mindenkor nagy-nagy lelkesedéssel jönnek a műveket megnézni, és számukra is ünnep a művekkel való találkozás, nekem pedig ünnep a velük való. Elképzelésem szerint egy gyűjtő számára olyan egy-egy alkotás, mint egy anya számára bármelyik gyermeke, ellenben van-e mégis olyan, amit ki tudnánk emelni a sorból, amelyik különösen közel áll a szívéhez? Hát, igen, nekem ugye nagyon sok gyermekem van ilyen körülmények között, vagy ettől a metódustól meghatározottan, nincsen. Tehát én mindegyiket valamiért szeretem, és nagyon-nagyon igazságtalan lennék, hogyha azt mondanám, hogy bármelyiket jobban szeretném, mint a másikat. Általában a gyűjteménybe úgy jöttek művek, hogy azok kívánt szerzések voltak, és akkor, amikor én eldöntöttem, hogy megveszem, megszerzem, akkor tudtam, hogy ezt miért teszem. Várható, hogy jövőre is lesz szerencsénk az alkotásokban gyönyörködni? Én bízom benne. Nekem van egy 5 éves együttműködési szerződésem a megyével, ami természetesen meghosszabbítható. Mindenkor örömmel hoztam ide műveket, és szándékomban is áll.
ezt örömmel hallom. Még egy utolsó kérdés, ami szerintem a legtöbb látogatót érekli. Meg lehet-e nagyjából határozni, hogy pontosan, hogy most hány képből áll a gyűjtemény, és esetleg értékre, hogy már Schatzper kb. Milyen eszmei? Pontos számot nem fogok tudni mondani a mennyiségre, körülbelül 4000 darab. Nem tudom megmondani, az értéket soha nem érdekelt, tehát soha nem is adtam össze. Az értékek természetesen azok változóak, hiszen egy recesszív gazdaságban a műtárgy értéke is más, egy progresszív gazdaságban megint más. Számomra azért nem voltak jelentősek az értékek, mert eladásban soha nem gondolkodtam. Az pedig, hogy egy raktárban szúnyadó kép mennyit ért, kit érdekel.